Itt is van Újhelyi István, az MSZP uniós képviselője. Jó reggelt kívánok! Kezdjük sokan, jó reggelt! Hát próbálom megtalálni a helyemet. Hajrá, addig felteszek egy kérdést, majd helyezkedjen. Biztos ez egy ilyen lubickolós időszak lesz most egy ellenzéki képviselőnek. Újabb nemzeti konzultáció van, és újra az a kérdés, hogy... Meg tetszik nekem tudni mondani? Ennyi időt tud Brüsszelbe, hogy nem tudom, mi az a nemzeti konzultáció. Innen jöttem egy 8 kilométerről, és ott sem értem, hogy mi az a nemzeti konzultáció. Ez az, amikor Orbán Viktor megkérdezi a népvéleményét. Tehát amikor az ön adóforintjaiból, hazudnak egy akkorát önnek, amivel megpróbálják a saját politikájukat alátámasztani. Hát én hallottam a mai témakört, ami egy szomorú témakör volt. Ez a busztragédiából következő nemzeti konzultáció, amelyben dírrel dúra bejelenti a kormányzat, hogy már 30 ezeren kitöltötték az évet, és azt állítják, hogy alvászavarban rendelkező sofőr nevezethessen iskolabuszt. Ebből kell nemzeti konzultációt tartani? Ez nyilván egy nagyon szomorú tragédia, de azért a konzultáció fő témaköre az például, hogy a rezsicsökkentést nem hagyjuk, hogy az adók bérek tekintetében minden hazai kézben legyen, mert hogy Brüsszel el akarja vonni a magyar államtól a jogköröket. Tapasztal ilyet? Olyat, hogy el akarnának vonni jogköröket? Igen, mert hogy Kovács Zoltán azt mondta, hogy lopakodó jogalkotás zajlik, és kompetenciákat akarnak a tagállamoktól elvonni. Kezdjük a legeléről. Semmi másról nincsen szó a hókusz-pókusz közben, mint hogy az Orbán kormány itthoni teljesítménye, a valódi teljesítménye, ami az egészségügyről, az oktatásról, a közigazgatásról, a magyar gazdaság teljesítményéről, a nemzetközi kapcsolatrendszer, tehát a diplomácia működtetéséről szó, az egyenlő a nullával, bukás. Tehát a 18-as választásokat megelőzően kimondhatjuk, hogy a kormány teljesítmény elégtelen. Ehhez képest kell egy egészen másról szóló kommunikáció, amivel lefoglalják az embereket. Harmadrészt pedig kell egy ellenségkép, szokásos technika, ez pedig Brüsszel. Tehát minden, ami most történik, a Brüsszelt megtámadó fideszes politikusok, az Európai Bíróságot megtámadó fideszes frakcióvezető, minden csak arról szól, hogy elfedjék az itthoni problémákról a figyelmet. Jó, azért egy picit lassítsunk, mert azért Brüsszel elmúlt 2-3 éves története nem egy sikertörténet, ha mondjuk a menekült kérdést nézzük, akkor sem, és ugye most az alá, a római szerződés aláírásának évfordulóján is egyértelműen felmerült a kétsebességes Európa, Angela Merkel nyíltan ki is állt mellette, bár ugye azt is hozzátette, hogy azzal nem ért egyet, hogy pénzbüntetéssel sújtsák azokat a tagállamokat, amik kivonják magukat közös döntések alól. Mindez arra utal, hogy azért az Unió nem éppen a sikertörténettel csúcsán áll. Én ebben a stúdióban az elmúlt 2 évben számtalanszor elmondtam, és még kritikát is kaptam érte, amikor jeleztem, hogy az Európai Unió sürgős reformokra és változtatásokra szorul, mert nemhogy nem sikertörténet, hanem látható válságjelekkel, betegségekkel küzd. Ez az Európai Uniós intézményekből úgy néz ki, és nem Brüsszelből, hiszen az Európai Unió intézményei nem csak Brüsszelt jelentik, sőt, a nemzeti tagállamok kormányait, Merkelt és másokat is jelentik, hogy ennek a válságnak az egyik fő okozója, hogy van néhány olyan ország, de nem ön vagy én, hanem annak a kormányfője, nálunk Orbán Viktor, akik szándékosan akadályozzák az uniós együttműködéseket, például védelempolitikában, menekültpolitikában. Nem misztifikálja túl Orbán Viktor szerepét? Nem szívesen emelem meg, de hát attól, hogy valakinek van befolyása a világ történelmére, attól mi nem biztos, hogy jó fiú. Számos rossz fiú tudunk felsorolni a 20. század történelméből is, akiknek a nevét megjegyeztük, de rendkívül negatív irányba vitték a saját nemzetük vagy Európa sorsát. Tehát most, amiről szólt a római szerződés, és amit ki is mondtak, hogy egy olyan kétsebességes Európa érkezik, amelyben jelenleg 25 ország szeretne sokkal mélyebb integrációban együtt haladni, és 2 fekete bárány, ahogy mindenhol olvashatjuk a nemzetközi sajtóban is, Magyarország és Lengyelország, amely pedig egy második osztályon szeretne ülni, és a saját kis belső ügyeit intézni. Jó, de ennek ellenére Brüsszel nem igazán tudja ezeket az orbáni törekvéseket megakadályozni. Mondjuk vegyünk egy konkrét példát, itt a rezsicsökkentés a nemzeti konzultációban is szerepel, és itt van Paks, ugye, Paks 2 a bővítés kérdései. Ellenzéki pártok, talán az LMP mondta leghangosabban, hogy az uniónak ezt nem szabad hagynia, mert nem volt nemzetközi tender, és mert van tiltott állami támogatás Paks 2-ben. Csont nélkül átment mind a két kérdésben. Ez a csont nélkül, ez egy nagyon leegyszerűsített... Nem kaptunk érdemben büntetést, jogtechnikai...
megoldások születtek. Egyelőre egy olyan dologra adott zöld utat az intézményrendszer, amely semmi más, mint amit Orbán Viktorék bemutattak papíron a brüsszelieknek, hogy most, ez most nem volt érthető. Nyilván bocsánat. Papíron mutatták. Hajnalban még. Tehát a lényeg az, hogy mindig azt játsszák a kedves mi kormányzati szereplőink, hogy elmennek, és úgy csinálnak, mintha minden rendben lenne. Papíron nagyon-nagyon szép, tisztességes, az uniós joganyaggal egyező javaslatokat, döntéseket mutatnak be. Erre Brüsszel rábulint, és aztán még nem tudjuk pontosan, hogy mire van a részletekben a Putyin-Orbáni paktumban. Majd amikor azt megtudjuk, és, és Brüsszel is megtudja, akkor lesz valódi válasz a Brüsszelnek. Egy dologban... Hát és az a része, hogy ez nem volt nemzetközi tender, az fix, ez nem fog változni. Az, hogy ebben van állami támogatás, mert amúgy nem jönnek ki a matek, ígérvényeket az tettek, is egyértelmű. Ígérvényeket tettek Brüsszelben, hogy betartják az uniós jogszabályokat. Ami nagyon izgalmas kérdés, amit föltetszett tenni, hogy hogy van az, hogy sorozatos, látható európai értéksértések és jogsértések után is mi még mindig az unió tagjai lehetünk. Erre nagyon egyszerű válaszom van. Az Európai Uniót úgy találták ki ezt a közösséget éppen 60 évvel ezelőtt a római szerződés aláírásával, hogy ez nem volt benne a pakliban, hogy lesz olyan kormányfő, amelyik sportot űz abból, hogy a belső szabályokat megsértse. Nincs lehetőség az igazi szankciókra. Ezért találták most ki, miattunk, ezt az úgynevezett kétsebességes Európát, mert innentől kezdve... Ezért ezt nem miattunk találták ki, ez a gazdasági különbségekből is adódik. Akkor miért? Ha a gazdasági különbségekből adódik, akkor miért evidens ma mindenki számára, aki európai politikával foglalkozik, hogy az országok legnagyobb része és a kelet-közép-európai, tehát az újonnan csatlakozott országok nagy része is megy a gyorsabban haladókkal, csak Magyarország és Lengyelország az, amelyik második osztályra kért jegyet. Ez nem gazdasági teljesítmény függvénye. Az, hogy én elfogadom-e, hogy legyen közös ügyészség például az Európai Unióban, amelynek köszönhetően mondjuk egy Polt Péter korábbi focista és barát és fideszes képviselőjelölt nem csinál azt, a politikai érdekeinek megfelelően az ügyészségen, amit csinál, ez nem gazdasági kérdés. Ez az európai értékek és a közös európai haladás elfogadásának a kérdése. Mi ebből akarunk kiiratkozni? Említsük meg, hogy nagy kört ment a európai parlamenti képviselőként, mert hogy az év európai parlamenti képviselő díjat vette át közlekedési és idegenforgalmi bizottsági munkája miatt. Gratulálok. Köszönöm szépen. Hogyha ön beszélget az uniós kollégákkal, akkor szóba kerül már Botka László neve? Nagyon-nagyon komoly várakozás van a Botka jelenség kapcsán, hiszen nagyon sokan párhuzamot vannak. Van ilyen, hogy Botka jelenség az Unióban? Felmerül? Magyarországon van Botka jelenség, Isten ments, hogy az Unióban legyen, de a Magyarország jelenség kapcsán, hiszen nagyon sokan beáraszták azt a következő évekre, hogy Orbán Viktor verhetetlen. És most látszik először hosszú-hosszú évek óta, hogy van kihívója Orbán Viktornak, aki mögé egy nagyon komoly együttműködéssel felsorakoztatható az ellenzék. És most nem az ellenzéki pártok, hiszen még mindenki egyelőre fájó foggal próbál csak mosolyogni ehhez a dologhoz, de majd szépen mindenki fel fog sorakozni, mert látható lesz az eredménye, ahogy most a hétvégi közvéleménykutatásokból is hallottuk. A Martin Schulz jelenséghez hasonlítják, ahol még decemberben, tavaly decemberben emlékszem, hogy a német delegációnak volt egy évzáró parti, ahova meghívtak engem is, és ők ott rendesen összevesztek azon a német delegáción belül, hogy akkor most Schulz legyen-e otthon belpolitikai szereplő, vagy ne legyen. És egy héttel ezelőtt az SPD kongresszusán, az SPD történelmében először 100%-os titkos szavazás mellett választották meg pártelnöknek. Azért azt megnézem, amikor mondjuk ön, nem tudom, fél év múlva Nieder Müller Péterrel, ugye a DK politikusával kezet rázol, hogy jó, akkor Botka legyen az ellenzék miniszterelnök jelölt, a mostani Müller, helyzetet nézve. Nieder Müller Péterrel például, mint a DK európai parlamenti képviselőjével, ragyogó napi szakmai együttműködésünk van, föl sem merül, hogy mi amiatt ne tudnánk, ne akarnánk együtt dolgozni a parlamentben, mert egyébként itthon éppen esetleg torzsalkodik a két párt egymással. Ezek el fognak simulni, és ugyanaz a hatás fog elérni minket remélhetőleg Magyarországon egy erős baloldali Botka program mellett, hogy föl fog sorakozni a választók nagy része. És csak azért jelzem ezt, mert hogy egyébként válaszolva a kérdésére, szinte naponta kapom meg a kérdést valamilyen európai politikai vezetőtől,
delegációvezetőtől, másoktól, hogy olvassák, hallják, hogy mi zajlik Magyarországon. És amikor ezt hallják, a fizessen a gazdagok szlogent, nem mondják, hogy te jó Isten, ilyen demagóg szlogennel lehet Magyarországon hasítani? Nem mondják, olyannyira nem, hogy a Botka program egy része éppen a német példából, a Schulz példájából táplálkozik, és tudnunk kell azt, hogy, és nem akarok műhetitkot elárulni, de van olyan vezető fideszes politikus, aki odaszólt nekem néhány nappal ezelőtt, hogy ez a szlogen nagyon ki lett találva, ők is azt mérik, nem véletlenül próbálják amortizálni Botka Lászlót reggeltől estig. Van tehát figyelem. Még a Fidesz is elismeri Botka László szlogenjét. És még annyit hagy fűzzek hozzá, hogyha talán ennek van jelentősége az ATV nézői számára, hogy annak az is azért érdekes, hogy elképesztő diplomáciai kopogtatás van a szegedi városházán. Az elmúlt hetekben az amerikai ügyvivőtől a kínai nagykövetig, európai különböző jelentős országok nagykövetségei folyamatosan igyekeznek ismerkedni, beárazni, bemérni maguknak Botka Lászlót. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget és a gratulációt is nagyon eset. Folytatom munkámat.